Sziasztok! Most a földi tartószerkezetekről szeretnénk egy kis útmutatót, videót, bevezetőt mondani nektek. Szabadon álló tartószerkezetként is nevezzük őket, többféle van belőle. Babos Norbert villamosmérnök kollégámmal, aki amúgy a kivitelezések brigádvezetője is egyben. Vele forgatjuk most ezt a videót. Szia Norbi! Szia Marci! Na, mesélj, merre vagyunk, mit csinálunk most? Itt vagyunk Szentkirály Szabadján, szép földi telepítésnél. Egy magyar gyártónak a termékét használjuk éppen, nagyon szeretünk vele dolgozni, egyszerű, gyors, nem áll sok elemből, tehát könnyen szerelhető, kevés eszközigénye van, és nagyon jó árba is van, ami nem hátrány. Na, szuper, igen, hogy ez jó bevezető. Nézzük akkor a legtöbb kérdést, amit mind a nagykereskedelmi üzletágunkba kapunk, mind ügyfelektől, hogy ugye neki nincs elég helye a tetőn, igen. Vagy most itt Berkes Rudinál ugye egy hullámpaláról van szó, tehát akkor föl kell használni, ha van szabadon álló terület. Igen. Hogyan kell ezt fölmérni? Hogy döntjük el, hogy milyen szerkezetet viszünk? Ugye a felmérésnél egy ilyen egységet nevezünk tálcának. A felmérésnél fontos a szem előtt tartani, hogy hány tálca lesz, mennyi napelem az, ami ugye szükséges a házhoz. Uh-huh. És hogyha már több tálcánk van, akkor nagyon fontos szem előtt tartani, ugye tetőnél nincsen ilyen probléma, a tálcák közti távolságot, uh-huh. hogy az első tálcán árnyékoljon rá mögötte lévőre. Igen. Tehát ott azért alacsó hangon egy ilyen 4,5 méterre lehet számolni. Tehát viszonylag nagy területre van szükség. Viszonylag nagy terület kell, ugye, hogyha ha több tálcáról beszélünk. Hogyha csak egy hosszú, széles tálcánk van, akkor ugye nem kell ezzel a plusz távval számolni, viszont akkor széltében van egy nagyon széles helyigényünk, igen. Amit ugye, hogyha dél felé szeretnénk fordítani, akkor a kertnek is elég nagynak kell lennie. Igen, most ezen a speciális helyszínen ugye két tálcánk van, igen. 24 napelemről beszélünk, ugye, és így sréhen eltolva, kb. Így helyeztük el őket. Ugye helyünk is van, tehát tudtunk gazdálkodni bőven, hogy most itt szétebb tudtuk kicsitolni őket, hogy igen. Semmilyen esetben se árnyékoljon az első, a másodikra rá. De egyébként ezt ugye egymás elé, mellé, igazából egymástól függetlenül bárhogy el lehet helyezni őket. Így van. Nyilván kábelezés szempontjából a DC nyomvonal legyen rövidebb, tehát azért ne a kert egyik vége és a másik vége, igen, hanem úgy. Azért egy helyen helyezkedjenek el. Ugye mi most itt az invertert magához a napelemmezőhöz tesszük, és az AC kábelezés lesz hosszabb ugye a házig. Igen, ugye ennél a tartószerkezetnél van külön inverter tartó, amit a magára a tartószerkezet igen. Oldalára lehet fölhelyezni, tehát nagyon ideális eset, mert a DC kábelek egyből az inverterhez érkeznek, igen. Nem marad úgymond feszültség alatti szakasz, ami szabadon lenne. Igen, igen. Ugye itt a kommunikáció, a távmonitorozás szokott kérdés lenni, a wifi már nem ér ki idáig. Igen. Lehet 4G-s mikroszímes dangle-t is betenni, de most itt megoldottuk, hogy van kommunikációs kábel. Igen, hát ugye az AC kábel együtt hoztunk egy Ethernet kábelt, és akkor ezen keresztül tud menni maga a monitoring, és a igen. smart meter bekötése is egyébként. Ha már a 4G-s dongle-t említetted, akkor nem mikroszímes, hanem hagyományos szímes, ja. Az a nagy méret, és ez ugye fontos, mert aha. Hogyha valaki előbből a kicsit veszi, az nem lesz. Na, jó. Tehát a nagy méretű szím kell hozzá. Okay. Igen, hát olyanokat szoktak szerelni, vagy mi is azért szeretünk már egy-kettő csarnokokhoz. Igen. Nagyszerű, ugye jó, milyen földi tartós szerkezet típusok vannak? Ha jól mondom, akkor ugye a talajcsavaros, abból állítható, nem állítható. Igen, ez ugye maga már a rögzítés, hogy talaj összetételétől függően, hogyha homokos, földes, viszonylag könnyen csavarozható vagy fúrható, igen. Akkor ugye van a talajcsavar. És hogyha mondjuk kicsit... Ez az, amit most építünk. Ez, amit most is használunk éppen. Ez a legmasszívabb, ugye? És a legegyszerűbb majdnem telepíteni, én azt mondanám. Viszont ehhez kell egy speciális célszerszám, vagy kettő is. Igen. Ugye, amit mi például ettől a gyártól bérelünk aznapra, ezt persze meg is lehet venni, de igen. Hogyha ki van használva igen. Mindig. Hát megvéve ez durván ilyen 3-4 millió forint között mozog. Ez a leszerelő igen. Szerszám? Wow. Igen. Úgyhogy így érdemes bérelni az elején, igen. De nyilván hosszú távon megéri beruházni rá. Viszont ugyanakkor persze nem akarok magunk ellen beszélni, csak láttam, hogy nem tudom, hogy milyen kapacitása van már azért ugye. Hát igen, ezzel számolni úgy lehet. Több megavattos farmot letelepíteni ezzel. Hát nem, oda már ugye külön gépet kell kihívni. Aha. Mondjuk ezzel, ami ezzel a kézi lehajtóval durván ilyen 25-30 talajcsavar per nap. Aha, aha. Ami még és itt ugye mennyi volt? Itt volt nekünk összesen 12 darab, tehát ja. Ez fél nap alatt akár megvan. Ez igen, bírtam. Most itt vagyunk 2 órakor, és már ugye az egyik tálcánk teljesen kész van, a másikon is mindjárt fönn vannak a panelek, úgyhogy
gyorsan lehet vele haladni, és ugye a másik fajta, hogyha nem talajcsavar van, hanem hogyha nagyon sziklás a talaj, vagy olyan összetételű, köves, bontott tégla, bármi van, amiben nem menne le maga ez a talajcsavar, akkor ugye a talajszeg, ami viszonylag ugye rövidebb, és egy SDS maxos sima géppel lehet ezeket leütni a földbe, tehát nem kell nekik előfúrni, nem kell... Vagy egy nagy kalapáccsal és nagyon... Hát ha jó erőben vagy, akkor, akkor azzal is be lehet golfozni. Úgyhogy igen, ezt a talajcsavart ezt azért szeretjük, mert könnyű vele dolgozni, és ami nagyon jó dolog benne, hogy alapvetően ezek ilyen, hát jó, 1,60 magas talajcsavarok. Nagyon masszív szerkezetek. Nagyon masszív, és ugye pont ezért, mert nagyon magas, nagyon sok játékod van az állítási lehetőségben, hogy a talajt kiszintezni. Míg ugye a talajszegnél ezt nem feltétlen tudod megcsinálni. Igen. Mert ott maga a szegelés megy a földbe, és onnantól kezdve a láb az vagy fix, vagy állítható, ugye attól függ, melyiket veszi az ügyfél, vagy épp melyiket adjuk el neki mi. De itt ennél a talajcsavarosnál ugye jó, mert lehet szintezni. Értem. Igazából most itt is, ha nálunk is ebbe az esetben is, ugye jobb hátsó lábon, ott mondjuk a földből kilógunk egy 20 centit, átlenes oldalon több mint egy métert. Igen, a vízmérték jó barátunk. Igen, hát ugye ki kell szintezni, hogy szép egyenes legyen az egész. Úgyhogy... Na most honnan tudjuk azt, hogy kell-e tereprendezni, vagy hogy milyen adottságokkal megyünk? Ugye, ha nagyon profin szeretnénk csinálni, akkor egy előzetes földmérés hát szükséges igen. lenne. Nyilván az, a legideálisabb esetnél felméréskor magát a terepet is föl kell mérni, hogy mekkora dőlések vannak benne, van elég hely, milyen a talaj összetétele, hogyha talajcsavaros, akkor érdemes próbafúrást végezni. Aha. Hogy mondjuk egy méterre le tudunk-e fúrni gond nélkül? Hogyha ha le tudunk, akkor valószínűleg a talajcsavar le fog menni végig. Aha. Ha már valamiben megakad, amit nem tudunk helytutni, akkor jön szóba ugye a talajszeg. Ja, na de azért ugye még mi is belefutottunk abba, hogy 11 és szó szerint a 12. csavar, ami megakadt. Igen. Kicsit unortodox módon ugye levágtuk, de végül le tudtuk nagyon stabilan fúrni, de azért ez nekünk is fejfájást okozott. Igen. Nem voltunk felkészülve. Igen, és ugye ez pont ez olyan dolog, hogy mivel a földbe dolgozol, nem tudhatod, hogy most mit fogsz épp eltalálni, vagy mikor lesz ott egy hatalmas nagy kő, amit nem tudsz átfúrni. Úgy, azért jó esetben fel kell készülni egy-két nem várt dologra, vagy a telepítésnél akkor inkább több nappal számoljunk, igen. mert adódhatnak meglepetések. Főleg nagyobb rendszereknél, vagy ami jobban helyigényes, vagy esetleg nagyobb a szint eltérés, mert ott sokkal többet kell ugye szintezned, hogy szép egyenes legyen utána az egész tálcád. Ja. Na most ugye azért költséghatékonyság szempontjából is, meg helykihasználás szempontjából is nyilván a tető a legideálisabb, persze, hogyha jó a tájolás. Ez azért ugye már csak az anyaghasználat miatt is egy picit magasabb árkategóriát képvisel. Plusz a kedvből elveszi a helyet, amit esetleg plusz másra a kedvből elveszi, használni. De ugyanakkor meg ez nagyon szép tájolás, tehát nagyon jó. Igen, ugye pont ezt beszéltük. Várok. Igen, hogy ugye a tetős megoldásoknál ezt nem igen, tudjuk megcsinálni, hogy beállítjuk dél felé a paneleket, adunk igen. nekik egy dőlésszöget, és jól fognak termelni. Ugye a földi tartóban ez a jó, hogyha van helyünk elég, mint mondjuk itt, akkor be tudjuk állítani teljesen 180 fok délre a paneleket, ami ugye a legideálisabb a termelés igen. szempontjából. Reggeltől, vagy napfelkeltétől naplementéig süti a nap, és nem lesz viszonylag, vagy úgymond termés kiesésed, igen, mint igen. ugye egy tetőnél. Úgyhogy ez nagyon nagy előnyük nekik, és itt is ugye ami jobban befolyásolja, az maga a tájolás, nem pedig a dőlésszög. Aha. Tehát ezt is azért szokták kérdezni, hogy most nem teljesen 180 fokra állnak a panelek, ugye az a teljesen dél, hanem mondjuk 170 fok, akkor hú, a 10 fok eltérés az most vajon mennyit befolyásol? Hát szinte semmit. Tehát sokkal többet számít az, hogy milyen irányba áll, mint hogy mennyire van ugye megdöntve. Igen. És hozzáteszem, hogy ugye ezek fix tartó szerkezetek, az ipari farmoknál ott ugye úgynevezett trekkeres, vagy kelet-nyugatot lekövető igen. tartó szerkezetekkel dolgoznak már, ugye az még nagyobb hozamot tud biztosítani. Igen, viszont ugye még drágább is. Igen, tehát igen. most ebből a szempontból ez a tartó szerkezet azért is jó, mert egyfajta elemből áll ugye az egész, és ugyanez az elem van a 15 fokoshoz, a 20 fokoshoz, a 25-öshöz, a 30-ashoz. Igen. Tehát ezt itt most lehetne variálni, hogy hány fokon legyen. Magának a panelnek a dőlése, nem kell hozzá külön eszköz, vagy másfajta tartószerkezetet igen, megvenni. Igen. És mindegyik panelt elbírja? Tehát, hogy, vagy azt azért meg kell adni előzetesen azt a tervezést? Azt előzetesen meg kell adni, panel. Hogy kis panel, vagy nagy panel. Mert ott is van egy tólik határ, hogy bizonyos panelméretig
Az egyik fajta tartószerkezet jó, egy bizonyos paneméret fölött pedig már a nagyobb fajta. Értem. És ugyanez igaz a lapos tetősnél is, hogy ott is külön panelméret van a kis panel, nagy panelre. Igen, igen. Jó, szuper. Hát szerintem nagyon sok információt átadtunk. Ugye ezt mind nagykereskedésben is forgalmazzuk, meg lakossági, meg KKV-s ügyfeleinknek is telepítjük. Most már azért nagyon magabiztosan állunk ennek neki, de ez egy komolyabb felkészülést igényel, igen, mint egy tetős projekt. Igen, főleg ugye nagyobb projekteknél ott azzal érdemes számolni, hogyha ugye már több tíz vagy esetleg több száz talajcsavarunk van, az már azért ilyen 50 fölötti kilowatt méreteknél, esetleg 100-150-nél, hogy nagyságrendileg ilyen 100 talajcsavar fölött már érdemes átgondolni egy gép bérlését. Nem ezt, hanem egy nagy földmunkagépet, mert azzal durván ilyen napi 100-150 csavart lehet lehajtani. Még ugye ezzel a kézivel durván ilyen 20 és 30 között. Igen, tehát most jó tervezés. Igen, ezt érdemes szem előtt tartani. Jó, szuper. Ami még külön öröm ennél a speciális helyzetnél, hogy ugye itt egy hőszivattyút is meglátunk ezzel, úgyhogy abszolút egy környezetbarát ingatlanról van szó. Hogy ez remek. Jó van, Norbi, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, én is köszönöm, Marci. Hasznos volt, jó. www.solarkit.hu-n elértek minket, köszönjük. Sziasztok! De Norbi, rosszul mondtad a videóban, én úgy tudtam, hogy ezt öntözni szoktuk, és kinő a tartószerkezet. Igen, jól emlékszel rá, félrebeszéltem. Jó, megesik a legjobbakkal is.